Bérmegállapodás, 9%-os idei fejlesztés várható az atomerőműnél. Földet életjáradékért 160 rendbeli közokirat hamisítása vád egy ismert vállalkozó ellen. Vége a próbaüzemnek, február 2. felében kinyithat a tolnai tanuszoda. Civil díjak, együttműködés a társadalom jobbítása érdekében. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Megszületett az MVM csoportra vonatkozó bérmegállapodás, ami érvényes a Paksi Atomerőmű kollektívájára. A keretösszeget a tavaly elfogadott 3 éves megállapodás rögzíti, most a végrehajtásra vonatkozó társaságcsoporti megállapodásra kerültek rá az aláírások. Lőrinc László PADOSZ elnök azt mondja, tavaly még komoly eredménynek tűnt a 3 évre vonatkozó 27%-os béremelés, aminek folyamányaként idén újabb 9%-kal nő a dolgozók fizetése. Most viszont már látszik, lehet, hogy kevés lesz a versenyképesség megőrzéséhez. Egyes szakmákban komoly szakember hiány van, a hazai és külföldi piac elcsábítja a szakembereket. A béremelési keretről, ami a tavalyi 10 után ebben az évben 9%-os alapbérfejlesztést tesz lehetővé, már 2017-ben megállapodtak a szakszervezetek a magyar villamosműveknél. A részletekre vonatkozó szerződésre azonban most kerültek rá az érdekképviseletek és a munkáltató aláírásai. 4,5% az alacsonyabb jövedelműeknél 6% általános bérfejlesztés, e fölött pedig differenciáltan adható a munkavállalóknak emelés, hiszen nagyon eltérőek a társaságok, nagyon eltérőek a munkakörök. Ezért ilyen részletes a bérmegállapodás, hogy ne szorítsunk be senkit egy olyan központi keretbe, amivel nem tudja az adott társaságnál végrehajtani azokat a fejlesztéseket, amik fontosak. Hadd mondjak egy példát. Nem lehet azt megcsinálni, hogy például az Atomix Kft-nél olyan módon beszorítjuk a bérfejlesztést, hogy egyszerűen nem fognak tudni takarítót fölvenni. Tehát a minimálbértől el kell rugaszkodni. De mondhatnám a recepciósokat, akiknél olyan magasak már a piaci bérek, hogyha kötöttséget kap a társaság, akkor munkavállalót nem kap. Lőrinc László azt mondta, mostanáig az volt az általános vélekedés a Paksi atomerőműről és az ott működő cégekről, hogy a 6-os útig tart a jelentkezők sora, mostanra viszont vannak olyan munkakörök, ahol nagyon nehéz képzett szakembert találni. Ilyen például az erős áramú villanyszerelői kör, de ilyen a műszerész is. Tehát begyűrűzött a probléma, máshol még nagyobb problémák vannak, például a végrehajtói személyzet ágán, például az OVIT-nál halljuk folyamatosan, hogy a szakembergárdát nem tudják megtartani. Azok mellett, a jövedelmi viszonyok mellett elszívja a piac, elszívja az EON például a hálózatszerelőket, vagy elszívja a külföld. A PADOSZ elnök úgy fogalmazott, hogy tavaly a 3 éves megállapodást lényeges előrelépésnek értékelték, ma úgy tűnik éppen, hogy lépést tudnak tartani a piaccal, hogy jövőre ez elég lesz-e a versenyképességhez, azt viszont nem tudja. Azt azonban hozzátette, hogy decemberben megállapodtak a béren kívüli juttatásokról is. Lőrinc László szerint a villamosipar óriási vívmánya, hogy a kialkudott érték nettó érték, azaz nem a munkavállalókat terhelik a járulékok. Magyarország előtörleszti a Paks 2 beruházás finanszírozására eddig lehívott 78,2 millió eurót, mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaságnak. A kormány él az Oroszországgal kötött államközi hitelszerződésben rögzített jogával, így előtörleszti a nagyjából 24 milliárd forintnyi összeget. Varga Mihály emlékeztetett, hogy a 2014-ben kötött szerződés alapján a paksi beruházás megvalósításának időszakában a kamat 3,95%, így az előtörlesztéssel számottevő megtakarítás érhető el. A civilek napja alkalmával 12-szer adták át a Tolna megyei önkormányzat által alapított év civil szervezete díjakat és a Bazsonyi Aranyról elnevezett mecénás díjat. Ezúttal is 3 civil szervezet és egy gazdasági társaság vehetett át elismerést. A fődíjat az Egyed Antal Honismereti Egyesület kapta. Rajtunk is múlik az itt élőkön, hogy kitaszítottság és reményvesztettség jellemzi a településeket, megyénket, vagy ápoljuk hagyományunkat és védjük értékeinket, és a vállalkozók befektetői lesznek a helyi gazdaságnak és a szellemi fejlődésnek. Mondta az ünnepség megnyitó beszédében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A Tolna megyei civil szervezetek díját 12 esztendeje alapította a megye közgyűlése.
Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, egymásra van utalva a politika és a civil világ a mindennapok dolgainak intézésében. Egy megyében nagyon-nagyon fontos, hogy az egyes ember, az egyes szervezeteket, nagyon sokat, barátokat próbáljuk valamilyen módon segíteni. A közgyűlés elnöke arról is szólt, a civilek fontos szerepet töltenek be a társadalom mindennapjainak formálásában. Civilek nélkül nem élet az élet. Tehát a hétköznapjaink elszürkülnek, ha nincsenek civil programok, ha nem tudunk elmenni egy klubba, egy társas körbe, egy szakkörbe, egy sportkörbe, akkor üres lesz van körülöttünk előbb-utóbb minden. Nagyon kell vigyázni erre. Azt gondolom, hogy rendkívül sok veszély leselkedik ránk, és ezeknek a védelme a civil szférán is múlik. Az idei esztendő fődíjasa az Egyed Antal Honismereti Egyesület lett, aki 25 esztendeje tevékenykedik az értékmentés és értékátadás területén. Az Egyed Antal Honismereti Egyesület ebben a 25 évben azt igazolta a megyében, hogy szeretettel és odaadással csinálja, amit csinál. Nem pénzért, nem díjakért, ugyan most egy nagy megtiszteltetés érte az egyesületünket, amiért ezúttal szeretnék köszönetet mondani Tolna megyének, Tolna megye vezetőségének. De mi ezt a munkát nem ezért csináljuk. Mentünk, segítünk, értéket őrzünk, átadjuk, egy nagyon fontos feladat, és mindezt szeretetből és szerelemből. Az év kiemelt díjazottja lett a Bárka Egyesület és a Szedresi Sziget Egyesület. A Bazsonyi Aranydal elnevezett mecénás díjat ebben az esztendőben a Fasznon Kft. Képviselője vehette át. A próbaüzem végeztével néhány héten belül a nagy közönség előtt is megnyitják a Tolnai tanúszodát, mondta Kerekasztal című műsorunkban Appelszoffer Ágnes polgármester. Az uszodát december végén adták át, de a próbaüzem ideje alatt csak a sportolók és a diákok használhatták szervezett formában. A polgármester szerint nagy igény mutatkozik a létesítmény működésére, nem csak a városban, hanem a környező településeken is. Gyakorlatilag a terheléses próbaüzem befejeződött, összeállítják az írásos anyagot, és a szakigazgatási szervek jóváhagyása után erről láthatóak február második felében már nagy közönség is látogathatja majd az uszodát. A falusi turizmus fejlesztésében látják a fennmaradás lehetőségét Várongon. Tolna megye egyik legkisebb települését sokan temették már, ám a helyiek erről másként gondolkodtak, és megkeresték a fejlődés lehetőségét. Várunktól megye egyik legkisebb települése a maga 180 fős lélekszámával. Többször elhangzott már, hogy szerepkör nélküli településként a megszűnés vár rá. Ám a helyiek erről másként gondolkodtak, és a falusi turizmus adta lehetőségekkel élve, elsősorban a vadászturizmust megcélozva, kezdtek fejlesztésbe. Ennek köszönhetően épült panzió és kulcsos ház a faluban, és újult meg a régi iskolai épületben a tájház. Brunner Dezső polgármester úgy látja, bár sok esetben a meglévő önerő előteremtése is nehézség a költségvetésből, vannak olyan források, melyek lehetővé teszik a fejlesztés a kaposmenti településen. Én szerintem a turizmus azért rá fogja tartani, főleg az önkormányzat, és továbbra is, és működőképes lesz az a kis falu. Nem lesz nagy falu, de hát Ausztriában is, meg Svájcban is vannak kis faluk, meg jó az infrastruktúra. A várongiak új kezdeményezésként egy zöldségfeldolgozásra alkalmas épületet emeltek, és az ebből származó bevétel is a település költségvetését erősíti. A faluban az összes közintézményt felújították, és a lehetőségekhez mérten tervben van a belső úthálózat korszerűsítése is. Érezhető a fejlődés a mezőgazdaság területén, mondta Potápi Árpád János országgyűlési képviselő egy dombovári gazdafórumon. Az államtitkár hozzátette, 2010-ben szövetséget kötött a magyar kormány és a mezőgazdaság területén dolgozó érdekképviseletek. A kamara majd közel 400 ezer tagot számlál, akiknek érdekei ma markánsan megjelennek a magyar parlamentben, hiszen a képviselők jelentős része is vidéki. A mezőgazdaság az elmúlt években egy gyors fejlődést mutatott be, a magyar gazdaságnak az egyik motorját képezi, és számítunk az ott él, vagy az ott dolgozó emberekre. Nem mindegy a magyar vidéknek sem, hogy a magyar mezőgazdaság hogyan teljesít. Mi a magunk részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsük az ott dolgozó embereket.
160 rendbeli közokirat hamisítással vádol a szekszárdi járási és nyomozó ügyészség egy ismert Tolna megyei nagyvállalkozót. A férfi úgy jutott földekhez, hogy életjáradéki szerződést kötött a területek tulajdonosaival, így viszont a szomszédok nem élhettek elővásárlási jogukkal. A vádlott a bíróságon azt mondta, segíteni szeretett volna az embereken, nem volt tudomása róla, hogy amit tesz, törvénytelen. A tárgyalás során az ügyészség ismertette a vádat, miszerint a vádlott életjáradéki szerződéseket kötött a földtulajdonosokkal, majd a szerződés legfőbb ismérvének ellentmondva egy összegben kifizetve tett szert azokra, nem pedig adott időközönként megfizetve, ahogy az életjáradékot szokták. Magánszemélyként életjáradéki szerződéseket kötött különböző földtulajdonosokkal, akik Tornai Baranya negyében található termőföldjei tulajdonjogát életjáradék fejében a vádat ruházták. Valamennyi körülményre tekintette azonban ezek a szerződések csupán formailag voltak életjáradéki szerződések, valójában azonban adásvételi szerződéseknek tekinthetők. Az ügyészség szerint ezzel megszegve a termőföldek eladásáról szóló törvényt, melyben az szerepel, hogy a föld eladása esetén az elővásárlási jogokról jogosult személyek számára közölni kell a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot. Ez nem történt meg, így az életjáradéki szerződésként feltüntetett, ám valójában adásvételi szerződések megkötése törvénytelen volt. Ezért a szekszárdi járási és nyomozó ügyészség vádat emelt 160 rendbeli közokirat hamisítás büntette miatt földvásárlásokkal kapcsolatos visszaélések körében. A szerzés jogcímeként pedig valamennyi esetben az adásvétel helyett életjáradék került bejegyzésre. Ilyen módon a tulajdonjogot szerző, tehát valótlan jogcímen beegyeztető vádlott közreműködött abban, hogy a jogállam keletkezésére valótlan adat kerüljön a közhiteles nyilvántartásba, azaz valótlan adott foglaljon a közokiratba. A vádlott megjelent a tárgyaláson, ám nem járult hozzá, hogy felvétel készüljön róla. A bírónak viszont elmondta, hogy megítélése szerint az egy összegben történő kifizetéssel a tulajdonosoknak segítséget nyújtott, és nem volt tisztában a folyamat törvénytelenségével. Önkéntes programot hirdetett a Magyar Vöröskereszt, a projektben 9 megyében, több mint 15 helyszínen közel 200 fiatal kóstolhatna bele a munka világába, például a véradás szervezésbe vagy a szociális munkába. Cserébe a 18 és 22 év közötti fiatalok ingyen juthatnak jogosítványhoz, tanulhatnak nyelvet, vagy éppen elsősegélynyújtási képzésen vehetnek részt. Tolna megyében is várják az önkénteseket. Ezek a felvételek két évvel ezelőtt készültek a májusi retromajálison Szekszárdon. Akkor a Magyar Vöröskereszt egészségsátrában nem csak vért adhattak a bátor jelentkezők, hanem kérésre egy kartörést is kaphattak. Persze csak játékból. Itt pedig már a Tolnai Magházban tartott tavaly decemberi véradást láthatjuk, ami különösen sikeres volt. Ilyen és hasonló szervezési, népszerűsítő és szociális feladatok várnak majd azon vállalkozó kedvű fiatalokra, akik úgy döntenek, csatlakoznak a Magyar Vöröskereszt országos önkéntes programjához, amit Tolna megyében is meghirdettek. Ha valaki azt mondja, hogy a községben, ahol él, van 3-4 idős ember, aki magányos, egyedül van, szüksége lenne arra, hogy valaki hetente 2-3 beszélgessen vele, vagy csupán arra, hogy bevásároljon neki, vagy segítsen a kertjének a gondozásában. Az Unió által finanszírozott programhoz bárki csatlakozhat, aki szeretne önkéntes munkát végezni, 18 és 22 év közötti. A fiatalok a munkatapasztalat megszerzése mellett ingyen képzéseken vehetnek részt. Biztosítunk számukra akár lehetőséget arra, hogy a jogosítvány megszerzéséhez szükséges képzéseket végezzék el, vagy nyelvi tanulmányokat folytassanak, avagy elsősegélynyújtó tanfolyamon vehetnek részt, amit szintén mi finanszírozunk. Továbbá a szervezet a szerződés időtartamára kifizeti a résztvevők helyett az egészségügyi szolgáltatási járulékot is. A program célja, hogy megismertesse a fiatal felnőtteket az önkéntességgel. A régió híreivel folytatjuk. 2 milliárdból 2000 négyzetméteren 88 munkavállaló, hármas megállapodást írt alá egy dán céggel Pécs és az egyetem. Ellökte a biztonsági őr, nyílt koponyatörést szenvedett, hétfőn kezdték a tárgyalást. A téli Balatont népszerűsítik, amatőr és profi vitorlázók indultak túrára a tavon.
Új munkahelyteremtő beruházás indul Pécsen, 2 milliárd forintból kutatási és fejlesztési központot hoz létre a dán székhelyű FOSZ biotechnológiai vállalat a Baranyai megye székhelyen. Itt egy 2000 négyzetméteres épületben 88 munkavállaló foglalkoztatását tervezik. A munkahelyteremtésről szóló megállapodást hétfő délután írták alá a pécsi városházán. A beruházás során háromoldalú együttműködés zajlik a város, a dán cég és a Pécsi Tudományegyetem között. A felsőoktatási intézmény rektora elmondta, ez több szempontból is hasznos, mint három félnek. Egy olyan nemzetközi céggel fogjuk ezt az együttműködési megállapodást és a várossal közösen összehozni, amelyik ott van a világpiacon, amelyik azt kell mondanom, hogy a modern élet egyik fő meghatározó területén él és dolgozik. Életveszélyt okozó testi sértéssel vádolják azt a férfit, aki még tavaly egy egyetemi rendezvényen megütött egy részeg fiatalt, aki a földre esett és nyílt koponyatörést szenvedett. A vádlott részben elismeri bűnösségét, elmondása szerint nem ököllel ütött és nem akart ilyen súlyos sérülést okozni. A sértett saját bevallása szerint az alkohol hatására agresszív lesz, többször is került már konfliktus helyzetbe szórakozó helyek biztonsági őreivel. Így fenyegette meg a sértettet az a férfi, akinek ügyében hétfőn kezdték meg a tárgyalást a pécsi törvényszéken. A vádirat szerint a Pécsi Egyetemi Napok rendezvényeinek egyikén a vádlott felszólította a sértettet, hogy távozzon a fesztivál helyszínéről, tekintettel ittas állapotára. Végül a többszöri felszólítás után kivezették a fiatalt a helyszínről. Az épület elhagyását követően a vádlott a sértett karját elengedte. Indulatosan a vádlotthoz szólt azzal, hogy te üdes kopasz. István ezután a sértettet egy alkalommal jobb kézzel homlokon ütötte ököllel, melynek hatására a sértett hanyattese fejének tarkótáji területe a földhöz csapódott. Az esés következtében a sértett nyílt koponyatörést szenvedett, majd bevitték a kórházba. A vádlott részben ismeri el bűnösségét, ugyanis vallomása szerint nem ököllel ütött és nem is akart ilyen súlyos sérülést okozni. Nem akartam sértetlen sérülést okozni, csak nem szerettem volna, hogy megtámadjon, ezért is toltam eltolva és ütő mozdulat között volt a mozdulatom, csak fel akartam tartóztatni, nehogy megtámadjon. Tenyeresítés volt, a tenyerem érte el az arcát. Egy pofont kapott lényegében. A vádlott után a sértettet is kikérdezte a bíróság. Ennek során kiderült, a kórházban több különböző anyagot is találtak a vérében. Kokain, benzoil, ekofin, és ketamin, klonazepam, nidokain, erre azonban nem kívánt válaszolni a sértett. A fiatal férfi egyébként büntetett előéletű, többször indult ellene eljárás garázdaság miatt is. Saját bevallása szerint az alkohol hatására agresszív lesz. Ebből kifolyólag többször volt már konfliktus a néhány pécsi szórakozóhely biztonsági őrével. Még a kerítés is kolbászból készült a 9. Fonyódi Kolbász Fesztiválon. Három nap alatt összesen 50 féle disznóságot tálaltak fel a csapatok. A zsűri szigorú szabályok szerint pontozta a finomságokat. Egész Somogy megyéből, sőt a Dunántúlról érkeztek résztvevők. Helyi és környékbeli néptáncosok is felléptek a 9. Fonyódi Kolbász Fesztiválon, hogy a somogyi hagyományokat bemutassák a közönségnek. A legnagyobb sikert azonban a finomabbnál finomabb disznóságok aratták. Volt olyan cég, aki három csapattal mutatkozott be a hétvégén. A siker elsősorban abban rejlik, hogy ez egy nagyon jó csapatépítő tréning. Kezdetekben egy csapattal indultunk, mára már három csapattal vesz részt a cég. A dolgozók önként nagyon szívesen vállalják ezt az egész napos megpróbáltatást. Három nap alatt összesen 50 féle disznóságot tálaltak fel a csapatok a zsűri elé, amelynek tagjai szigorú szabályok szerint pontozták a finomságokat. Egész Somogy megyéből, sőt a Dunántúlról érkeztek résztvevők, hogy a nagymama vagy éppen saját recept alapján ízesítsék a kolbászokat. A rendezvény idén is több ezer embert vonzott Fonyódra. A fesztiválon Hidvégi József a település polgármestere arról beszélt, a somogyi hagyományok megőrzése Fonyód számára különösen fontos. A kolbásznak, a hurkának nagyon nagy hagyománya van, hiszen nagyon sokan külföldiek is itt kóstolták meg először a magyar ízeket, és azt gondolom, hogy ez a gasztronómiai rendezvény kivívta magának azt az elismerést, ami miatt szívesen jönnek kereskedők is, csapatok is, és természetesen a fogyasztók is.
A háromnapos kolbászfesztiválon 50 csapat mutatta be a saját ízesítésű finomságait. Immár 6. alkalommal tette édesebbé a szürke téli napokat a Pécsi Csokoládé Karnevál. Az eseményt a hétvégén rendezték meg a Zsolnai negyed E78-as épületében. Mintegy 25 csokis program várta a látogatókat, a vásárra pedig idén 18 kiállító érkezett. 6. alkalommal rendezték meg Pécset a Csokoládé Karnevált, ahol minden a csokoládéról szólt. A Zsolnai negyed E78-as termében rengeteg kiállító gyűlt össze. Az ország minden részéből érkeztek kiállítók, jellemzően a saját csokoládés manufaktúrának a termékeit árusítják ezek a kis bombonkészítők, táblaöntők, és rengeteg csokoládé van, tehát tonnányi mennyiségben, minden halmaz állapotban. Tehát van csokoládé, szökőkút, vannak táblák, drazsék és mindenféle különlegesség. Lokodi Ákos kreatív séf szombaton és vasárnap is főzött a rendezvényen. Természetesen a fő alapanyag a csokoládé volt. Itt elsősorban mindig arra helyezem a hangsúlyt, hogy próbáljunk meg úgy gondolni a csokoládéra, nem csak mint édességként, hanem mint fűszerként is, mert ez kis mennyiségben kiemeli a fűszerek és így az ételnek az ízét is. Ezért nem úgy kell gondolni erre a kolbászra, amit csináltam, mint mondjuk egy sportszeletre, hanem egy különleges, intenzív ízű töltelékkel rendelkezett. Több ezren látogattak el az idei csokoládé karnevárra, ahol a látványosság a 3D technikával készített zsolnai csokoládé csempe volt. 5 hajóval 4 nap alatt járja körbe a Balatont egy amatőrökből és profi vitorlázókból álló csapat. A túra alkalmával Balatonlellén, Balatonfenyvesen, Badacsonyban és Alsóörsön is kikötnek majd, hogy a helyi értékeket felfedezzék és gasztrokalandokkal színesítsék az utat, hiszen egyre több étterem várja már télen is a vendégeket. A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy megmutassák, a magyar tengerhez nem csupán nyáron érdemes ellátogatni. Az utolsó mozzanatokat végzi Litkei Árpád, mielőtt Blatunga nevű hajójával a vízre száll. Ezúttal azonban nem a verseny, sokkal inkább a téli Balaton az, ami miatt a vitorlázó a magyar tengerhez érkezett. Szeretünk télen is vitorlázni, amikor lehet, akkor mindig vízen vagyunk. És ez a lehetőség nagyon jó arra, hogy a családdal eljöjjünk egy ilyen helyre. Igazi családi kirándulásnak ígérkezik a 4 napos balatoni túra, amelyre 2 kisfia és a kislánya is elkísérte. Imádják a gyerekek a vizet. Már hetek óta kérdezik, hogy mikor megyünk már hajózni, apu. Vegyétek fel a mentő mellé. Mert kötelező a hajó. A szabályok mindenkire vonatkoznak, így a mentő mellényt a legkisebbeknek is fel kellett venniük. 5 vitorlással több mint 20 profi és amatőr gyűlt össze Balatonlellén, hogy a magyar tengert egy téli túrával népszerűsítsék. Igazából azt szeretnénk megnézni, hogy milyen körbe vitorlázni a Balaton télen, mi vár ránk, ha valahol kikötünk, akkor ott tudjuk használni az infrastruktúrát, találunk-e olyan vendéglátóhelyet. Emlékül egy közös kép az út előtt. Aztán a csapat Balatonfenyves felé veszi az irányt. Vasárnap az időjárás kedvezett a vitorlásoknak, hiszen a napsütéshez kellő erősségű szél is társult, útközben pedig a téli Balatont is megcsodálhatták. Szenzációsan jó időt fogtunk ki, napsütés, nem túl erős szél, úgyhogy is nagyon jó csapat volt. A csapat ebben a Balatonfenyvesi hotelben szállt meg. Német vendégekből sok van, azt tapasztaljuk, hogy ők azért még mindig kedvelt helyszínnek tartják a Balatonpartot, de egyre inkább érezhető most már, hogy a magyar nyelv is inkább hallatszik így január-februárban is az éttermi asztaloknál. A téli Balaton és a vendéglátóhelyek népszerűsítése tovább folytatódik, hiszen a vitorlázók Badacsonyban, Balatonnellén és Alsóörsön is kikötnek majd, hogy felkeressenek egy-egy éttermet. A kezdeményezéshez egyébként bárki csatlakozhat, aki szeretné közelebbről is megismerni a magyar tenger adta lehetőségeket. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Bérmegállapodás, 9%-os idei fejlesztés várható az atomerőműnél. Földet életjáradékért 160 rendbeli közokirat hamisítása vád egy ismert vállalkozó ellen. Vége a próbaüzemnek, február 2. felében kinyithat a tolnai tanuszoda. Civil díjak, együttműködés a társadalom jobbítása érdekében.
Szerdán borongós időre készülhetünk, délelőtt jelentősebb esővel, a csúcshőmérséklet 7 fok körül alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, viszontlátásra!